keopos pályázati forrásból valósul meg regői szakály száraszt településeken a szennyvízhálózat kiépítése. A három település összesen 7 milliárd forintot nyert a projekt kivitelezésére, mondta el regői település polgármestere. A szennyvízberuházás teljes egészében állami forrásból valósul meg. Egy keopos pályázatnak köszönhetően regői szakály és száraszt településeken egyszerre valósul meg a projekt. A szennyvíztisztító telep Regőiben lesz, és természetesen örül a lakosság egy része, van, aki annyira nem. A kivitelezés folyamán, mint ahogy a felvételeken gondolom látható, most a legrosszabb résznél vagyunk, sár van, sajnos vannak csőtöréseink is a beruházásnak köszönhetően, de én úgy gondolom, hogy a végeredmény majd önmagáért fog beszélni. Ez 7 milliárd forintos támogatás a három településen összesen. A lakosságnak nem kell hozzátennie, tehát lakossági hozzájárulás nem szükséges hozzá, én úgy gondolom a mai világban ez egy nagyon nagy könnyebbség. Minden háztartásnak a kerítésétől vagy telekhatártól számított egy méteren belül be lesz kötve a szennyvíz, és utána természetesen a lakosoknak ez sajnos mindenkinek saját költsége, attól függ, hogy kinek milyen a telekadottsága, ez ugye mindenhol más. A település életébe fejlődést hozó beruházás a vízhálózat hibáira is rávilágított már. Sajnos a beruházás folyamán, mint említettem, csőtörések előfordultak, így kiderült a közel 60 éves vízhálózatunknak az összes gyengéje. Én úgy gondolom, hogy a következő nagy projektnek ennek kell lenni, de ez csak állami, illetve Európai Uniós támogatással tud megvalósulni. Sajnos ez a hálózat ennyi idős, kétszer ki kellett volna cserélni eddigre. A következő időszakra a beruházással szükségszerűen együtt járó kényelmetlenségekért az önkormányzat és a kivitelező is kéri a lakosság szíves türelmét, megértését és együttműködését. Jelen pillanatban Szakályon, Szárazdon és Regői településeken folyik a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A három település szennyvizét a Regőjön jelenleg építés alatt álló szennyvíztisztító telep fogja befogadni. Itt kerül tisztításra a három település szennyvíze. Befogadóként a Kapos folyó fog funkcionálni. Gyakorlatilag átemelő szivattyúk segítségével fogjuk a három településről átemelni a keletkező szennyvizeket. Alapvetően a településeken belül gravitációs rendszerek épülnek ki, a hátam mögött látható is az éppen folyó kivitelezésben, jelen pillanatban helyreállítási munkák folynak. Maga a beruházás 2024. szeptember 9-éig tart, nyilván ezen a határidőn belül el is fogunk készülni. Ez a kivitelezést foglalja magába, tehát a települési utcákon a gerincvezetékek kiépítését, a házi bekötések építését az ingatlanokhoz, illetve ahol szükséges házi átemelő szivattyú berendezéseknek a telepítését. A településen belüli gravitációs rendszer átemelő szivattyú telepekre fogja bevezetni a szennyvizet, ugye ezek emelik át a település különböző magassági pontjai között a szennyvizet, illetve ahogy említettem, ugye egy telep készül ezzel párhuzamosan. Én azt gondolom, hogy ez a határidő természetesen tartható. Ebben az időszakban fog megvalósulni a telep fél éves próbaüzeme is. Elkészülnek a települési szennyvízhálózatok, ezek beüzemelésre kerülnek, ugye leteszteljük a rendszereket, szivattyúkat, hogyha minden működőképes, akkor elkezdődhet a lakossági rákötés, és amikor elkezd megérkezni a szennyvíz, akkor fogjuk a telepet beüzemelni, úgyhogy természetesen az már fel lesz készítve arra, tehát ott is megtörténnek korábban az üzempróbák, fel lesz készítve a telep a szennyvízek befogadására, és akkor egy fél éves több évszakot magába foglaló próbaüzem fog lezajlani, ez alatt beállítjuk a telepnek az üzemi funkcióit, és akkor, amikor minden beállt, megfelelő minőségű tisztított szennyvizet adunk ki a befogadóra, akkor lehet lezárni a projektet. A három település közül ugye Regőj alapvetően a legnagyobb, illetve az elhelyezkedése véget is, tehát ez a központi település, így lehetett a leggazdaságosabban megoldani üzemeltetés szempontjából gazdaságosan a telep elhelyezését, illetve itt van közeli befogadó is. Illetve Regőjön már amúgy is létezett egy szippantott szennyvizeket befogadó egység, nyilván ennek ez tovább, ugye ez négy települést látott el, tehát továbbra is tudja majd fogadni a szennyvízberuházásból kimaradó
negyedik településnek a szennyvizeit, ezt fel fogjuk adni a technológiára, tehát azt tudjuk mondani, hogy kiváltjuk ráadásul mindegy extra funkcióként, ugye ez nem a projekt része, de ki tudjuk váltani, és onnan is jó minőségű tisztított szennyvíz kerül be a természetbe. Regőjben 2 hónapja kezdődött el a szennyvízberuházás a csatornarendszer kiépítésével. Maga a csatornaépítés az hozzávetőlegesen 1 évet vesz igénybe, ugye gyakorlatilag ez 2 hónapja zajlik ez a munkafolyamat, most az ünnepekre leállunk, tehát 20-ával megállnak a beruházási munkák, mindent helyreállítunk, levonulunk, ugye ügyeletet biztosítunk a téli időszakra, hogyha ne agyisten kátyuk keletkeznének, vagy akármilyen probléma adódna. Ha havazik, akkor részt fogunk venni, tehát besegítünk az önkormányzatoknak a hóeltakarításban is. És akkor én azt gondolom, hogy a jövő év második felének közepére, végére készen lesz a beruházás, és akkor megtörténnek a végleges helyreállítási munkák is. A kivitelezési munkák műszaki ütemterv szerint zajlanak, először egy, majd folyamatos belépés mellett több kivitelező brigáddal.